kopott, visszaül a szánkóba. Rénszarvasok repítik őt, erdők és hegyek felett, jövőre majd újra eljön, ha jók lesznek gyerekek. Szép estét kívánok, kedves nézőink! Kosztelecki Irának köszönjük ezt a szép verset. Mielőtt elkezdenénk a legfontosabb hírekkel műsorunkat, kérem tekintsék meg képes ajánlónkat. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Nagy Atádért Egyesület. December elején kerültek ki a karácsonyi fények a város több utcájába. 151 nyugdíjast köszöntött Rábai Erzsébet, az Atátkop ZRT ügyvezető elnöke a közelgő ünnep alkalmából. A családok átmeneti otthonába nem csak a Mikulás osztott ajándékot a lakóknak. Hafuzi Avnia is meglepetéssel kedveskedett a gyerekeknek és szüleiknek. Első alkalommal szerveztek Mikulás véradást a nagyatádi véradóban. Az általános iskolásokat szaloncukorcsomagokkal lepte meg a piros ruhás jótevő december 5-e reggelén. Nagyatádnak már madárfája is van. Egy óvónő kezdeményezésének köszönhetően hirdettek madár etetőkészítő versenyt a gyerekek között, s ezek az alkotások díszítik a Széchenyi Park egyik fenyőfáját. Mikulás kupa úszóversenyt hirdettek a Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sport Egyesült tagjai. Mai adásunkban több vendéggel is beszélgetünk. Elsőként dr. Kovács Ildikó jegyzővel a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletről. Majd két nyitnyikék óvodással, akik érdekes információkat osztanak meg nézőinkkel a Mikulásról. Végül Nyúlné Bőzsöny Erikával, a Renyementi KC felnőtt női csapatának edzőjével, akivel az őszi szezont értékeljük. Az elmúlt hétvégén egy kerek évfordulós egyesület is ünnepelt a városban. A Nagy Atádért Egyesület tagjai immár 20. születésnapjukat ünnepelték a József Attila kollégiumban. 14-en alapították meg 1994-ben a Nagy Atádért Egyesületet. Ennek idén immár 20 éve. A szervezet fennállásának kerek évfordulója alkalmából szerveztek ünnepséget a tagok. A József Attila kollégiumban tartott összejövetelen Sasvári Tamás elnök, az egyesület egyik alapító tagja köszöntötte a jelenlévőket. Ebben a 20 évben annyi sok mindent tettünk Nagyatád városában és az egyesület életében, ugye ezt felsorolni szinte lehetetlen, de hát azért megkísérlem néhány fontosabb elemét kiemelni a munkánknak. Ugye az egyik a rendszeres és a legnagyobb sikert elért rendezvényünk, ez a gyermeknap. Mindenki ismeri a töklámpás versenyt és a többi egyéb olyan rendezvényünket, amelyeket nem kívánok felsorolni. És ezen kívül Nagyatád Egyesület életében vannak belső összejöveteleink, rendezvényeink, amelyeket pedig a Nagyatád Egyesület tagjai élveznek és emlékeznek rájuk, nem beszélve közös kirándulásokról, és nem sorolom tovább. Orma István szintén alapító tagja az egyesületnek, aki minden alkalommal a Nagyatádért Egyesület támogatásával indult a választásokon. Sok-sok beszélgetés előzte meg ennek az egyesületnek a megalapítását, hiszen nem egyik napról a másikra alakult meg, hanem mindazok, akik akkor ebben részt vettek, rendszeresen találkoztunk egymással, és a város dolgairól beszéltünk, hogy mit kellene másképp csinálni, lehetne esetleg jobban, eredményesebben tevékenykedni Nagyatádon, a helyi társadalomban és az önkormányzatban egyaránt. És mindezek a gondolatok, elképzelések, célok, közös szándékok alakították ki azt az elhatározást, hogy megalapítottuk ezt az egyesületet. Az egyesületnek több tucat tagja van, akik évről évre egyre többet tesznek azért, hogy a nagyatádiaknak minél színesebb programokat szervezzenek. Teljesen kiegyensúlyozott, rendszeres, következetes volt a tevékenységünk és a munkánk. A programjaink, a hagyományteremtő kezdeményezéseink, azok minden évben megvalósultak. Mindig tudtunk valami újat, valami többet hozzátenni mindahhoz, amit az egyesület tagjai jónak, fontosnak tartottak, városi események, programok szervezése, és hát ott van az önkormányzati munka. Az elmúlt 20 évben mindegyik önkormányzati ciklusban az egyesület tagjai közül többen is helyet foglaltak a testületben. Mindig azzal a gondolkodásmóddal, azzal az előrevívő, együttműködő, jobbat akaró szándékkal,
hogy dolgozzunk a városért és Nagyatádért, és azt gondolom, hogy ez a szándék és ez a célkitűzés, ez tartotta össze ezt a közösséget, a közösségért, Nagyatádért tenni valamit, és mivel ezek eredményesek voltak, ezek sikeresek voltak, ezeket elfogadták a nagyatádiak, észrevették és elfogadták, ezért ez újabb és újabb ösztönzést adott nekünk, és azért ünnepelhetjük most a 20 éves évfordulónkat. A 2014-2020 között tartó önkormányzati ciklusban 5 Nagyatádért Egyesület támogatásával indult képviselő tevékenykedik a nagyatádiakért. Nyilvánvalóan ez felelősség is, és lehetőség is. Felelősség, hogy jó döntéseket hozzunk, jó megoldásokat találjunk, és lehetőség arra, hogy amit tudunk Nagyatádról, amit tudunk a nagyatádiaktól, hogy mit szeretnének, ezeket megvalósítsuk az önkormányzati munkában, tehát van tennivalónk a következő évekre is. A polgármester egy-egy ajándékkal is kedveskedett a tagoknak a jubileum alkalmából. Az egyesület szimbólumát egy-egy gesztenye levelet ábrázoló kitűzővel lepte meg a jelenlévőket Orma István. Ezt követően közös kocintásra került sor, így a születésnapi jókívánság sem maradhatott el. Kívánom Nagyatád város polgárainak, Nagyatád városának és ezen belül is a Nagyatádért Egyesületnek, hogy erősödjön a civil szféra, hogy mindenki találja meg a számítását Nagyatád városában, és mindenki érezze jól magát a Nagyatádért Egyesületben. A rendezvényen az ünnepi vacsora után Grujber Anna Mária, Karászi Krisztina, Lebárné Búvári Andrea és Harkály Gyula zenés műsora következett, majd közösen szegték meg a születésnapi tortát a 20 éves Nagyatádért Egyesület tagjai. Adásunk folytatásában egy vendéget köszönthetek a stúdióban. Dr. Kovács Ildikó jegyzőt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A novemberi testületi ülésen tárgyalta a képviselőtestület a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendeletet. Mi a célja ennek a rendeletnek, mik is a fő pontjai? A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet és annak megszegésének jogkövetkezményeit fogadta el a képviselőtestület a novemberi testületi ülésen. Erre a fölhatalmazást a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló törvény adja meg a képviselő testületeknek, hogy rendeletet alkosson ezekről a szabályokról, és hogy akik ezt megszegik, annak milyen jogkövetkezményei lehetnek. Gyakorlatilag semmi új nem történt a rendelet megalkotásával, hiszen azok a magatartási szabályok kerültek be a rendeletbe, amit a város lakók egyébként is végeznek, ami a lakosság nyugalma érdekében, a közterületek tisztántartása rendje érdekében mindenki által követendő, és az emberek, a városlakóknak a nagy része így is él, és ezeket a szabályokat betartja. Egyébként ezeknek a szabályoknak az egyes szakaszai már korábbi rendeletekben is megjelentek, a képviselőtestület különböző ágazati szabályokról szóló rendeleteibe megvannak ezek a tiltott magatartások, csak eddig nem volt lehetőség szankcionálni azt, hogyha valaki ezeket a magatartásokat nem tartja be. Tehát igazából a rendelet annak érdekében született, hogy a városlakók nyugalmát óvja, a közterületek tisztántartását, az életviszonyok rendezettségét, az egymás tiszteletben tartását elősegítse, és ezért kerültek csokorba szedésre olyan magatartási szabályok, amik fontosak ahhoz, hogy mindezeket a célokat meg lehessen valósítani. Emeljünk ki egy-két példát. A közterületek tisztántartása érdekében előírás az, hogy a közterületi szabályokat, a tisztántartási szabályokat betartsák, hogy az ingatlan tulajdonosok a saját ingatlanjaikat is rendbe tartsák, gyommentesítsék, kaszálják, rovar-rágcsáróirtást végezzenek el, hogyha ez szükséges, és ugyanezt megtegyék az ingatlanukkal közvetlen határos közterületen is, hogy a járdát tisztántartsák, az előtte lévő zöld területet rendezzék, és ezeket a szabályokat tartsák be. De a közterületek védelme érdekében fontos az, hogy a város által rendezett közterületeket, parkokat, játszótereket, a város központnak a szépen gondozott zöld területeit megóvják, és ennek érdekében gépjárművel ne hajtsanak rá ilyen területekre. Közterületen ne mossanak gépjárművet, ne szereljenek, nyilván nem várt meghibásodásoktól eltekintve, vagy ne tároljanak hosszabb ideig olyan járművet, ami nem tartozik a közterületi forgalomba.
akár mezőgazdasági vontatót, pótkocsit, vagy lakókocsit, vagy 3500 kilón ösztömegűnél nagyobb gépjárművet ne tároljanak a közterületen, mert ez zavarja a forgalmat, a városlakókat, a városképet, és ezt tiltja ez a rendelet. De nagyon fontos az, és éppen most időszerű lesz, hogy a városlakók a hótól, sikosságtól mentesítsék a közterületeket, az ingatlanjukkal közvetlenül határos járdát, az melletti közterületet, nyilván a gyalogos forgalom zavartalansága érdekében tegyék meg mindezt, de ahogy már említettem, ezek mind olyan szabályok, amit egyébként a városlakók meg is tesznek. Fontos az még, hogy szabályozta a képviselőtestület, hogy hogy lehet avart és kerti hulladékot égetni. Milyen időszakokban engedélyezi ezt, hogyan, milyen módon, itt is a szomszédok zavarásának, a nyugalmának az érdeke kívánja meg, valamint hasonló szabály még a dohányzásmentes övezeteken a dohányzási tilalmak betartása. Ezek a szankciók fontosak, de nem elsősorban a bírságolás a cél, hanem az, hogy a szankciók segítségével a jogkövetést elősegítsék. Ezért ennek a rendeletnek a szabályai hatályba léptek december 6-án, de széles körben ismertetjük meg a városlakókkal, hogy széles körben szerezzenek tudomást arról, hogy ezeknek a magatartásoknak az elkövetése szankciót von maga után, ami kezdetben természetesen figyelmeztetés lesz. És aztán, hogyha ennek ellenére is még ezeket a nyugalom érdekében nem tartják be, akkor kerülhet sor bírságolásra. Helyszíni bírságot is ki lehet szabni, hogyha az ügyfél elismeri a helyszínen, hogy elkövette ezt a cselekményt, amit egyébként tilt a rendelet, akkor helyszíni bírság szabható ki, egyébként pedig enélkül vagy ehelyett hivatalból indul az eljárás, és közigazgatási bírság lehet a következmény. Mekkora ez az összeg? Természetes személyeknél és jogi személyeknél változó, a természetes személyeknél a helyszíni bírság maximális értéke 50 ezer forint, a közigazgatási bírságé 150, a jogi személyeknél a helyszíni bírság 100 ezer forintig terjedhet, és a közigazgatási bírság pedig 500 ezer forintig. Ez mondjuk jóval alatta marad annak a felső határnak, amit egyébként a közigazgatási eljárásról szóló törvény lehetővé tesz a közigazgatási bírság kiszabására. Kik azok, akik ellenőrzik, hogy betartják-e a lakók ezeket a rendeletben foglaltakat? A közterületfelügyelők ellenőrzik, és ahogy folyamatosan járják a várost, hogyha ilyet észlelnek, akkor nem hagyják szó nélkül, fölhívják a figyelmet annak a városlakónak, aki ezeket a magatartásokat nem tartja be, és egyrészt, ahogy már mondtam, tudatosodjon ez, másrészt, ahogy a következménye bírság lehet, erről is tájékoztatják. Volt-e már példa rá, hogy kellett felszólítani valakit, akár ezért, akár azért, mondjuk, például ha már télen is beszéltünk a hóeltakarításról, hogy nem takarította le a járdáját rendesen? Igen, az elmúlt években sor került többször is arra, hogy ott maradt a járdán a hó, és ebben az esetben az ingatlan tulajdonos figyelmét fölhívtuk, hogy a hóeltakarítása az ő feladata. Amint már mondtam, szankcionálni nem tudtuk. Most ebben az esetben lehetőség lesz rá. Azért fontos, hogy a város lakóiba tudatosodjon az, hogy ezek a szabályok, amik nem újszerűek, hiszen általában betartják ezeket a szabályokat, ha mégsem tartják be, akkor szankciót von maga után. Az, hogy erre a rendelet megalkotására miért volt igény, kerültek már olyan magatartások az ismeret a látókörünkbe, amit a város lakói kezdeményeztek, akár az utcában egy elhanyagolt területnek a rendbetétele érdekében, és nem volt hathatós eszköz a kezünkbe, hogy ezt az ügyféllel ki tudjuk kényszeríteni. Az állattartókra is vonatkoznak valamilyen szabályok ebben a rendeletben? Igen, erre vonatkozó szabályok is vannak. Egyrészt fontos az, hogy az állattartók az állatok tartásával a lakókörnyezetüket, különösen a szomszédokat ne zavarják. Mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztessék, anyagi kárt ne okozzanak. Úgyhogy erre vonatkozó szabályokat is tartalmaz a rendelet, és aki nem így jár el, az szankcionálható. De fontos még az is, a közterületek védelme érdekében,
hogy az állattartók, hogyha közterületre viszik az állataikat, akkor az állatok szennyeződésétől óvják a közterületet, és erre alkalmas eszközt, hogy ezt a szennyeződést megszüntessék, már a maguknál tartsák, hogy egyértelműen lehetőségük legyen arra, hogy a szennyeződést megszüntessék. De reméljük, hogy ezután sem lesz szükség arra, hogy szankciót kelljen kivetni bárkire is. Köszönjük szépen, jegyzőasszony, a tájékoztatást. Esetleg van-e még valami, ami az év hátralévő részében vár még rátok feladatként? Még lesz egy testületi ülés, amilyen több napi rendet tárgyal a képviselő testület. Erre készülünk most. Jó munkát kívánok, és kellemes ünnepeket, ha esetleg addig nem találkoznánk. Köszönöm szépen, én is kellemes ünnepeket kívánok minden városlakónak. Köszönjük szépen. Folytassuk tovább adásunkat. December első napjaiban kerültek ki a karácsonyi fények a városban. 2014-ben is több utcában szebbnél szebb dekorációk hirdetik, nem sokára beköszönt a karácsony, az év legszebb ünnepe. A nagyatádi városgondnokság munkatársai napokon át dolgoztak azért, hogy feldíszítsék az utcákat, a tereket. Az ősz folyamán a Baross Gábor utcába újra lettek cserélve a kandelábelek, ebből az következik, hogy a karácsonyi díszeknek a csatlakozási lehetőségét is újra ki kellett építeni. Múlt héten sikerült kihelyeznünk ezeket a karácsonyi motívumokat és átfeszítéseket, valamint a városnak a nagy karácsonyfáját is feldíszítettük. A Baross Gábor utcába a motívumok közül 21 darab pásztorbot jellegű, 14 darab csillag jellegű motívum került, és a Kossuth utcában pedig a 7 darab fenyőfa, ezek már hagyományosan látható díszek. A pásztorbotot, a csillagot és a fenyőfát jelképező díszek mellett az idei évben új motívumokkal is találkozhatnak a nagyatádiak és a városba érkezők. Egy pályázati lehetőség következtében, vagy segítségével sikerült a Hunyadi utcába új motívumokat beszerezni. Ezek egy kicsit más jellegűek, mint az eddigiek, de reméljük, hogy inkább változatossá tettük ezzel az egész karácsonyi ünnepet. A kandelláberekre felszerelt díszek mellett a két átkötő fényfüzért is felszerelték a városgondnokság munkatársai, akiknek segítőik is akadtak az elektromos csatlakozások kialakításánál. A segítségét szeretném megköszönni a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, valamint Fúrján Gábornak és kollégáinak, és szeretném megköszönni a városgondnokság összes dolgozójának, aki segített létrehozni ezt a karácsonyi díszvilágítást. A díszvilágítás mellett egyéb karácsonyi díszeket is kihelyeztek több utcában a városgondnokság munkatársai. 34 darab gömb, örökzöld és masnis gömb került fel a sétányra és a Kossuth utca elejére. Ezek is hagyományos jellegűek, valamint a sétány fölé ilyen girlandszerűen kerültek föl díszítések. A karácsonyi fényekben január 6-áig gyönyörködhetnek a nagyatádiak és a városba érkező turisták, valamint az átutazók. Jelentős változás történt a nagyatádi áfész életében ez év februárjában. A cég egy átalakuláson ment át, ez azonban nem jelentette azt, hogy megfeledkeztek volna a nyugdíjasaikról. Évvégi rendezvényükről készített összefoglalón következik. 151 szépkorút köszöntött a szeretet ünnepe alkalmában Rábai Erzsébet, az Atátkó ZRT ügyvezető elnöke. A József Attila kollégiumban tartott programon az idei évben történt legfontosabb céges eseményt is felelevenítették a jelenlévők. Tavaly nagy feladatot vállaltunk föl, és sikeresen megoldottunk. 2014. február 1-től a volt áfész Atátkó ZRT néven működik. Sajnos az idők szavát figyelembe kellett venni, nem részletezem, hogy miért volt ez fontos, de sikerült az átalakulás, de természetesnek veszem én, de remélem a kollégáim is így vannak vele, sőt biztos vagyok, hogy így vannak vele, hogy a nyugdíjasok megilleték, megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk, jó közöttük lenni, ők is örülnek nekik, hogy itt lehetnek egymás között, hisz elég nagy a működési területünk, tehát Nagyhádon és a környező falvakban vagyunk otthon, úgymond, és a volt kollégák itt tudnak találkozni egymással, és nekem nagyon jó érzés, szinte föltöltődök, amikor köztük lehetek. A változás ellenére továbbra is fontosnak tartja az ügyvezető elnök, hogy ilyen formán is megemlékezzenek nyugdíjasaikról.
A rendezvény elején az átalakulás mellett az idei évben történt kormányzati döntések miatt bekövetkezett változásokról is beszámolt Rábai Erzsébet. Megvívjuk a saját kis harcunkat, életbe tartjuk a céget, de különösebb fejlesztésre nem volt eddig se lehetőségünk. Ez az év meg pláne. A kötelező jellegűeket kellett végrehajtani, gondolok itt a pénztárgépcserékre. Nem is gondolná az ember, hogy egy ekkora cégnél, mint a Nagyatádi Áfész, ez közel 6 millió forintot vitt el. És ezt ki kell gazdálkodni. A 2014-es év értékelése mellett a jövő évről is beszélt az összejövetelen Rábai Erzsébet. A jövő évi szabályzókat ugye még nem ismerjük. Ami számunkra nagy pozitívum lenne, az a vasárnapi zárvatartás. Most tudom, hogy nagyon sok ember ezzel nem fog egyetérteni, de nekünk, mint a Tátkop ZRT kimondottan jó lenne, hogyha ez a kormányzati intézkedés megtörténne, de másik oldalon pedig olyan plusz adókról hallani, ugye azért mondom, hogy hallani, mert még nem százalék, hogy elfogadják a költségvet, és ha elfogadják, akkor sajnos van benne egy-két olyan tétel, ami nagyon sok mínuszt fog elvinni tőlünk. Megoldjuk. Eddig is megoldottuk, voltunk nehezebb helyzetben is. Reméljük a következőkben is sikerül. Ez az alkalom azonban az ünneplésé volt, ezért az ügyvezető elnök a nyugdíjasoknak és a szeretetnek szentelte idejét, aki Assisi Szent Ferenc imáját olvasta fel a programon, így kívánva kellemes ünnepeket az időseknek. A szépkorúak idén sem mentek haza üres kézzel a rendezvényről. A jelenlévőknek egy-egy ajándékcsomaggal kedveskedtek az Atátkóp ZRT munkatársai. Minden évben a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk valami kis ajándékkal is meglepni a nyugdíjasokat, azon kívül, hogy vacsorával is meglepjük őket. Szívesen veszik, és szükség van rá. Rábai Erzsébet a csomag mellé mindenkinek kívánt egy ölelést minden bánatra. Egy mosolyt minden könycseppért, egy álmot minden kudarcért, és egy megkönnyebbülést minden fájdalomért. December 5-én a járókelők is találkozhattak a Mikulással. Egy politikai szervezet meghívására érkezett a városba a nagyszokálló, aki ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek, míg a felnőttek a térség országgyűlési képviselőjével beszélgethettek. A Mikulásban az a jó, hogy sosem tudhatjuk, december 5-én hol és mikor fog feltűnni, és mikor fog ajándékot adni a gyerekeknek. Nagyatádon járt már a bölcsödében, az iskolákban, az óvodákban, azonban, hogy azok a fiatalok is találkozhassanak vele, akik ezen a napon egyik intézményben sem voltak, az Aradi utcában futhattak össze a piros ruhás jótevővel. Ma is standolásunk apropója elsősorban, hogy a gyerekeknek örömet okozzunk. Rendszeresen standolunk alapszervezetünkkel, de úgy gondoltam, hogy mivel ma Mikulás napja van, ezért a legfontosabb az, hogy a legkisebbeknek okozzunk örömet, és ahogy látni lehet, a Mikulás csomagokkal, szaloncukorral kedveskedik az erre látogató gyermekeknek. Körülbelül 100 darab csomag került kiosztásra, de egyszerűen elképesztő, hogy mennyi gyerekkel találkoztunk itt a délelőtt folyamán, de nem csak csomagot osztottunk, hanem kis jelképes, kézzel készített ajándékokat, amelyeket az ifjúsági tagozatunk lelkes tagjai készítettek. Míg a gyerekek a Mikulással voltak elfoglalva, addig a felnőttek Ander Balázsral beszélgethettek. Az országgyűlési képviselő tapasztalatai szerint sok családnak ma is gondot okoz az ünnepi készülődés. A legapróbb kiadás is óriási gondokat okoz, és egy-egy ilyen standolás alkalmával, amikor tényleg nem elefántcsontba zárkózva, vagy éppen fogadóórán egy steril irodába várva az embereket, hanem belecsöppenve itt egy ilyen mindennapi hétvégi forgatagba szembesülünk azzal, hogy óriási problémák vannak, amikor enni nincs mit. Pedig ledolgozta adott esetben az egész életét az, akit sír nekünk, mert nem tud ajándékot vásárolni, nem tud mit enni, és ez egy ilyen esetekben, mint amikor egy ünnepi hangulatnak kellene betöltenie ugye a családi légkört, akkor még fájóbb. Ander Balázs többször megpróbálta felhívni a parlamentben helyet foglaló képviselőtársainak a figyelmét a délsomogyiak helyzetére. Fölfoghatatlannak tartják azt, ami egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetű térségben folyik, amiről az egyébként az emberek nem tehetenek, mert dolgoznának, vagy éppen dolgoztak korábban, de olyan helyzetek is adódhatnak egy-egy család életében, ami tulajdonképpen már nagyon-nagyon komoly beavatkozást, szociális beavatkozást, állami, önkormányzati segítséget igényelne.
A párt tagjai egyéb adománnyal is szeretnék megörvendeztetni a rászorulókat a szeretet ünnepe előtt. Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdtük a hátrányos helyzetű családoknak és a gyermekeknek a gyűjtést, melynek a lényege, hogy elhasznált, de mégis jó állapotban lévő ruhákat, játékokat, illetve tartós élelmiszereket osztunk a hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeknek. A mikulásnapi standolást minden szempontból eredményesnek értékelték a tagok, hiszen nem csak a csomagok találtak gazdára ezen a programon. A felnőttektől is kaptak olyan visszajelzéseket a szervezők, melyek ösztönzőleg hatnak a párt jövőjére is. Az édességcsomagok mellett idén egyéb ajándékokat is kaptak a családok átmeneti otthonának lakói. A gyerekekhez és szüleikhez 3 lovag is érkezett, akik szebbnél szebb ruhákkal örvendeztették meg őket. 28 gyermek vehetett át ajándékot a Mikulástól a családok átmeneti otthonában. Az intézményben évek óta hagyomány, hogy december elején a piros ruhás jótevő is ellátogat a lakókhoz, és ajándékkal kedveskedik kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A nagyszakálló minden gyermekről tudott mindent. Volt, akit azért ajándékozott meg, mert segít édesanyjának, s volt, akit ugyan megdorgált neveletlenségért, az összes ajándékcsomag gazdára talált. A szeretet ünnepéhez közeledve egyre inkább fordulnak meg olyan személyek az otthonban, akik anyagilag vagy egyéb adománnyal szeretnék támogatni a nagycsaládosokat. Hafúzi Avni érkezett az intézményünkbe, ami külön megtiszteltetés számunkra. Ő személyesen eljött, hogy át tudja adni az ajándékát az ellátottainknak. Külön kért tőlem egy listát, amit én összeállítottam az aktuális lakók szerint. Úgy kérte, hogy fel legyen tüntetve a gyermekeknek az életkora, neme, és úgy állítottak össze csomagokat. És ha jól láttam, meg van különböztetve a csomagok színében a lány és a fiú. Természetesen üres kézzel nem is jöhetem volna. Ezt inkább, hogy mondjam el, a Hortobágyi Feri barátom fölhív a telefonon. Azt mondja, Avnikám, tudunk idén is segíteni a nagy családos gyereke, mondom, Feri, természetesen mondom, kell egy lista, és készüljön fel. Szép dolgokat hoztam, méretre hoztam, és úgy látom, a gyerekek nagyon-nagyon örültek, meg gondolom nem ezt várták, hogy télesítve lesznek a ruhákkal, ugye? Hafúzi Avniának lovagtársai, Hortobágyi Ferenc és Nagybocskai Tamás is segített a csomagok kiosztásában, melyekben téli kabátok, overálok és egyéb ruhadarabok is voltak. A rendezvényen az egy hónapostól a tínédzserekig mindenki kapott ajándékot, s hogy a szülők sem maradjanak meglepetés nélkül, számukra egy-egy pár téli zoknit nyújtott át a Szent György lovagrend tagja. Magánemberként, 5 gyerekes apuka vagyok, lovagként és tévékonzolként is jöttem ide, hogy próbáltam mindent fogalmazni, ugye, hogy tudjanak egy kicsit, hogy honnan érkeztem, ugye, mert furcsa a nevem a gyerekeknek, a felnőttnek, és amikor azt mondom, Hafúzi Avni, néznek, hogy ez most bemutatkoztam, vagy más tudom, amit mondtam. És így a Horváth Zoltán intézmény vezető nagyon örömmel fogadta a hívásomat, nagyon kétségesen segített, pillanatok alatt összerakta a névsort, és így készültünk fel. Én örömmel mondhatom, hogy egész évben elég sok az adományozónk. Ilyenkor karácsony tájékán még inkább érezhető az embereknek a jó szándéka és a segítőkészsége. A lakók nagyon készültek a mai ünnepségre, mindent szépen kitakarítottunk. Avninak megmutattuk az egész intézményt, a lakószobákat is, nagyon tetszett neki. Hafúzi Avnia nem csak a családok átmeneti otthonának a lakói támogatja évről évre. Minden rászorulónak megpróbál segíteni a tiszteletbeli albán konzul, aki a nagyatádiakat különösen a szívébe zárta. A nagyatádi lakosoknak, hogy kívánjam, boldog karácsonyt, kellemes karácsony és boldog új évet kívánok. Mindjártoknak is remélem jövőre, reméljünk, hogy nem a segélyek miatt, hanem örömmel, rendezvényekkel is itt tovább szeretnék találkozni, és újra itt Nagyatádon. Az otthon lakói örömmel bontogatták a csomagokat és próbálták fel a téli ruhákat, míg a kicsik Csoki Mikulást és egyéb finomságot majszolgatva figyelték szüleiket és idősebb társaikat, hogy ki nem mit hozott a nagyszakálló és Hafúzi Avnia. 7 első véradó vett részt az idei Mikulás véradáson. A nagyatádi véradóban az általános vizsgálatok elvégzését követően vették le a vért az önkéntesektől, akik cselekedetükkel 3 ember életét menthetik meg.
Van, aki ruha, cipő és ajándék adománnyal segít a rászorulóknak, vannak azonban olyanok, akik vállalva a tűszúrással járó kellemetlenséget, vérükkel támogatják a betegeket, a kórházi ágyon szenvedőket. Mi mindig arra törekszünk, hogy fokozatosan növeljük a véradók számát, hiszen nagyon alacsony országos szinten a véradók száma az összlakossághoz viszonyítva 5%-osnak tehető. Kicsivel jobb az arány nálunk itt a Nagyatádi kistérségben, 8-9% a felnőtt lakosságnak, akik rendszeresen jönnek véradásra. Kívánatos lenne egy 10-12%-os megjelenés, mi ezért igyekszünk mindent megtenni, hogy minél nagyobb számba jöjjenek hozzánk a véradók, és természetesen az egész országban ilyen arányban vegyenek részt a véradásban. A Magyar Vöröskereszt, Somogy megyei szervezete és a Nagyatádi Véradó Állomás munkatársai az idei évben először úgy döntöttek, Mikulás véradást is szerveznek a városban. Kettős célja van ennek a Mikulás napi rendezvénynek. A Dunántúli régióban egységesen szerveztük meg a Mikulás napi véradást. Az egyik célja az, hogy megszólítsuk a fiatal véradókat, hogy mindig legyen utánpótlás a véradók között, illetve közeledik a karácsony, és fel kell készülnünk vérkészítményekre az ünnepekre, mivel hosszabb időre leáll az élet az országban, hogy úgy mondja, szabadságon lesznek az emberek, betegek meg továbbá is csak lesznek, és nekünk erre fel kell készülni. És nagyon örülnénk, hogyha minél nagyobb számba a fiatalok is megszoknák azt, hogy segíteni jó. A Mikulás véradáson elsősorban fiatalok vettek részt. Az Ady Endre Gimnázium és szakközépiskola növendékei közül többen vállalták a véradással járó kellemetlenségeket. Ma volt 5. alkalom, hogy részt vettem véradáson. Azért tartom fontosnak, mert hát sok embernek tudunk segíteni ezzel, hogy vérünket adjuk nekik igazából. Pap Dávid mellett többen voltak, akik első véradóként vettek részt a Mikulás véradáson. Aki szeretne ilyen formán segíteni a rászorulóknak, a szeretet ünnepe előtt 2 alkalommal van még lehetőségük adakozniuk a 18. életévüket betöltött személyeknek. Nálunk viszont már egy több évtizedes hagyomány, hogy karácsony előtt szeretett véradást szervezünk. Amikor nagyon szép számmal jönnek el itt a Nagyatádi kistérségbe a véradók segítőkész szándékkal, és ilyenkor mindig extra ajándékkal is próbálunk kedveskedni a véradóknak. Ebben az évben december 16-án kedden, illetve december 18-án csütörtökön szervezzük ezt a véradást, és minél nagyobb számba várjuk a véradókat. 2014. december 16-án és 18-án reggel 8 és délután 3 óra között várják az önkénteseket a véradó állomás és a Magyar Vöröskereszt munkatársai, akik arra kérnek mindenkit, legyenek minél többen, hiszen egy véradó akár 3 ember életét is megmentheti. Egy piros ruhás, fehér szakállas Mikulás örvendeztette meg az autósokat is Nagyatádon. A Nagyatádért Egyesület tagjai évek óta felállítják bábolyukat a nagy platánfa alatt, hogy ezzel is mosolycsaljanak a járókelők és elsősorban az úton közlekedők arcára. Idén egy Krampusz társaságát is élvezte a Mikulás, míg a szemfüles járókelők azt is észrevehették, szaloncukrot is rejtenek az ajándékcsomagok a szánkon. Amíg volt, addig mindenki vehetett belőle, így szereztek még nagyobb meglepetést azoknak, akik fényképezkedtek a Nagyatádért Egyesület Mikulás bábujával. A Mikulás rénszarvas szánnyával járja a világot, aki idén a csillaglovas tanya lovasainak köszönhetően is eljutatta ajándékait a nagyatádiaknak. Bognár Beatrix és növendékei 3. alkalommal döntöttek úgy, Mikulás sapkában ülnek fel lovaikra, és cukorkákkal a tarisznyájukban tesznek több kört a városban. A lovasok üdes színfoltjai voltak december 5-i délutánján a városnak, hiszen ezúttal olyan helyeken is találkozhattak velük a járókelők, ahol nem minden nap találkozhat lóval a lakosság. A fiatalok örömmel osztották a jelképes ajándékokat, s ezt a gesztust értékelték leginkább a nagyatádiak, hiszen ezúttal mindenki, felnőtt és gyermek egyaránt kapott cukrot a csillaglovas tanya lovasaitól. Hosszú éves hagyományt elevenítenek fel minden év decemberében a Nagyatádi Rendőrkapitányság munkatársai, amikor ünnepelni hívják egykori kollégáikat.
A ma már nyugállományba vonult rendőröket a város egyik éttermébe várták, ahol elsőként Kasznár Gyula rendőr alezredes köszöntötte a jelenlévőket. A nagyatádi rendőrkapitányság vezetői tisztségét 2014. december 1-től tölti be a megbízott rendőrkapitány. 2009-ben került sor a határrendészeti kirendeltségek és a rendőrkapitányságok integrációjára. Azóta ünnepelnek közösen az egykori határőrök a rendőrökkel. Az idei rendezvényen elhunyt kollégáikra egy perces néma csenddel emlékeztek meg a jelenlévők. Az összejövetelre 57 főt vártak a szervezők, akik a karácsonyi készülődést egy ünnepi vacsorával szerették volna még emlékezetesebbé tenni nyugállományú társaiknak. Egy angyal, két krampusz és egy rénszarvas kíséretében érkezett meg a piros ruhás jótevő a naplemente idősek otthonába. A gyerekek mellett talán még az idősek azok, akik ugyanúgy számítanak valami kis meglepetésre minden év december 5-éjén. Lapföld több ezer kilométerre van Nagyatádtól, így a hosszú út alatt volt ide a Mikulásnak egy verset is írni a szépkorúaknak. Üstököm, ha megrázom, dércsillog a faágon, szakállamból hull a hó, én vagyok a télapó. Puttony van a hátamon, nehéz terhét vállalom. Figyeljetek, idősek, mennyi minden cipelek. Hét zacskóban mosolyt hoztam, szép gondosan csomagoltam. A vers után beszélgetett a Mikulás a lakókkal, akiket néhány jó tanáccsal is ellátott. Virgács is volt a nagyszakálló kezében, dorgálást azonban a krampuszokon kívül senki nem kapott. A szépkorúaknak szereztek pár kellemes percet a messziről jött vendégek, akik amint kiosztották az ajándékcsomagokat, már is indultak vissza a lapföldre, hogy a többi idősnek is örömet szerezhessenek december elején. Bödöcs Tibor szórakoztatta legutóbb a Nagyatádi Kulturális Központban a közönséget. A fiatal humorista az Élet értelme és kertészeti tippek című önálló estjével járja az országot, aki a Rinyamenti városba is ellátogatott. A szinte teltházas előadás alatt szem nem maradt szárazon. Az egykori kollégái által csak kis hofinak hívott humorista a közélet, a történelem, a kultúra és gyermekkori faluja Búcsú Szent László történeteiből szőtte mondani valóját. Fiatalkora ellenére kétszer nyert a Bonbon díjat Bödöcs Tibor, akit 2010-ben a Karinti gyűrűvel is kitüntettek. Adásunk folytatásában két vendéget köszöntetek a stúdióban. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Nyúl Orsolya Anna Máriát és Polgár Andrást. Szervusztok, gyerekek! Az elmúlt napokban érkezett meg a Mikulás. Úgy hallottam, hogy tudtok egy Mikulás éneket. Énekeljétek el nekem, légy szíves. Lassan sétál, mint apuka, tele van a puttonya, kiosztja az ajándékot, visszaül a szánkóra. Lisszarvasok lepítik őt, egész hegyek felett, jövőre majd újra eljön, ha jók lesztek gyerekek. Nagyon ügyesek vagytok, köszönjük szépen ezt a verset. Elmúlt időszakban érkezett meg a Mikulás. Mit kaptál, Orsika? Tudod-e, hol lakik a Mikulás? Én kaptam egy coki Mikulást, ami a cizmában volt. Te is tudom, mit adtam a Mikulásnak? Mit készültem a cizma mellé? Mit? Mézeszkalácsot és egy ajándékra. Te készítettél egy rajzot is, Andriska, te mit kaptál Mikulástól? Mikulás, zizit este, csokit, kinder csokit, és bolyannát, és valami. Amikor még este aludtam, akkor aludtam a csokopokot, nagyon mélyen aludtam, és nem lettem azt meg. Nem ajándékot tett a csizmába. És amikor balos idő volt, észrevettem, hát kivettem, és bevittem a szobába, és megnéztük, mi volt benne. Szóval édességet kaptatok a Mikulásnál, de tudjátok-e, hogy hol lakik a Mikulás? Én tudom, hogy az északi szakon, de ha én nincsen, Cenót fű a rénszarvasoknak, azt nem értem, így éppen fű hót esznek.
Értem. Andriska, szerinted hol lakik a Mikulás? Északi sarkon, a klampuszokkal. És hogy hozza az ajándékot? Miért a csizmába teszi? Azért, mert éppen azért, mert a jó gyerekeknek jó így betenni, nem merik különben, ha így belenéznek a csizmába, akkor nem látják. És Andriska, azt mondtad, hogy éjszaka jött, amikor aludtál, ugye? Igen. Akkor jár a Mikulás éjszaka? Igen, jár. Mert nem szereti, ha így meglátják. Igen, miért? Azért, mert akkor megtudják az emberek, mindenki így éppen, hogy néz ki, és ezért este jön. De miért is tudjuk, hogy néz ki, nem? Hogy néz ki a Mikulás? Kedves. Igen? Hófehér a szakálla, és úgy célog, mint a hó. Igen. Piros a kapátja. Tudod, hogyan jött be hozzánk a Mikulás be? Egyben tolt a cizmám. Igen? Úgy így kint hagytuk a kulcsot. És szerintetek egyedül él a Mikulás? Nem, a szarvasokkal. A kis szarvasokkal, meg a nagy szarvasokkal, és a klampuszokkal. Meg a kismanokkal. Igen. Kismanokkal? És mit csinálnak a kismanok? Azok csinálnak ajándékot, a klampuszok pedig virgácsot. Ti kaptatok virgácsot? Én sem. Nem kaptatok? Akkor ti nagyon jó gyerekek vagytok. Miért kik kapnak virgácsot? Éppen ismerk egy kis csoportos, aki már elment a napsugároviba. Jó, de akkor ti jó gyerekek vagytok, mert ti egyszer sem kaptatok virgácsot. Igen. Csak én nem fogom el a játékaiba, de ez nem olyan rossz dolog. Csak egy kicsit. Andriska, te készítettél valamit a Mikulásnak? Igen, rajzolt emberkét. Te is rajzoltál neki? Igen, emberkét. Elvitte azt a Mikulás? Tudom, miért adta neki ki éppen mézeszka látszott. Na miért? Azért így éppen erőt gyűjtsünk neki az útra. Mit tudtok még mesélni nekem a Mikulásról? Ő mindig nagyon szeret. Inkább beszéljünk a Laliról. Ő szeret ott lenni, ahol van. Pedig ha így máshol lenne, akkor melege lenne. Meleg lenne? Andriska, mit meséljél te a Mikulásról? Nem, igen, Lalit. Igen, maradjunk a Lalinál. Az van belőle Szardínia, svéd, német, Monte Carlo és francia. De még olyan szubarosok vannak, Monte Carlo, Svédország, Finnország, Németország és Svájc. Csak ennyi. Én mindig arról gondoltam, így egy Mikulás bejárja mindig az országokat, de nem lehet az különben kifáradt, ezért arra gondoltam, így minden országnak van egy saját Mikulása. Arra gondoltam. Minden országnak van egy saját Mikulása? Erre gondoltam. Uh-huh. A Mikulásnak ugye az előbb megbeszéltük, hogy vannak manói is, meg a rénszarvasai is. A rénszarvasok miért kellenek neki? Azért, mert ők ellepítik bárhova az északi szakról abba az országba, ahova kell először. Például ide Nagyatádra is, ugye? Mert így kaphatatok tőle ajándékot, igaz? Fel tudjuk sorolni a rénszarvasok neveit? Villám. Arra gondoltam, hogy gyors nevek kellenek a minden rénszarvasnak. Ezért gondoltam a Villám. És még üstökös. Tudod, milyen nevet gondoltam még a rénszarvasnak? Hullócsillag. Hullócsillagot, bizony. Köszönöm szépen, gyerekek! Kedves nézőink, folytassuk tovább adásunkat! Mindenki tudja, mégis mindenki ugyanúgy várja a piros ruhás jótevőt, mint a gyerekek. A nagyatádi általános iskolásokat is meglátogatta a Mikulás, akit több száz csillogó szempár várt mindkét intézményben, ahol egy jeles alkalomból ünnepi műsorral is készültek a diákok. Thank you.
A bárdos iskolások az aulát töltötték meg, ahol elsősorban az első-második osztályosok voltak azok, akik számára még újdonságnak számított a Mikulásváró rendezvény. Egy nagyon hangulatos, interaktív műsor keretében, és itt is szeretném kifejezni köszönetemet a műsorban szereplő gyerekeknek, felkészítőjüknek, Bárdosiné Vaskatának, illetve a Diák Önkormányzat vezetőinek a szervezésért. Nagyon jó hangulatban zajlott, megalapozta az egész napot, az egész iskolát megmozgatta a 6. ás tanulóink műsora, utána érkezett a Mikulás, aki osztályonként egy kis ajándékkal kedves lett a gyermekeknek. A Mikulás osztályonként egy-egy csomag szaloncukrot nyújtott át a diákoknak, akik számára már csak ezért is jól indult a nap, mely a tanórákra is rányomta bélyegét. Számukra talán nem is az advent, hanem a Mikulással kezdődik a felkészülés a karácsonyra és az év zárására. Csak úgy, mint az Árpád iskolásoknak, akik szintén várták már a nagy szakállut. Az intézmény aulájában izgatott alsó tagozatosok foglaltak helyet, míg a felsősök, ha nem is olyan lelkesedéssel, de nagy várakozással tekintették meg diáktársaik műsorát. Az Árpád iskolában is ugyanígy ma reggel első órában zajlott a Mikulás érkezése. Ott lakik ám a kalács ízében a Mikulás, szeme mint a hópehely, hogyha csillog énekelj. Ma van Mikulás napja, megpróbáljuk ide csalogatni a jó öreg Mikulás. A Mikulás minden gyermek arcára mosolyt varázsolt ezen a reggelen, aki teli puttonyából egy-egy ajándékcsomagot nyújtott át az osztályoknak. Idén egy tanuló sem kapott virgácsot, habár kisebb-nagyobb csínt azért elkövettek a gyerekek, a nagyszakálú néhány intőszó mellett csakis elismerő szavakkal illette a jelenlévőket. Az Árpád iskolában ezen az ünnepségen kerültek kiosztásra azok a díjak is, amelyeket a diákok különféle tanulmányi versenyeken elért eredményeikkel érdemeltek ki. Tulajdonképpen két egész hét van még vissza. 19-én utolsó tanítási nap keretében műsorral köszöntjük és ünnepeljük a karácsonyt. Azon a héten 16-án a zeneiskolás tanulóknak lesz az ünnepi karácsonyi koncertje, tehát megkezdődik a nyüzsgés-pezgés felkészülés az ünnepre. A téli szünet után ismét egy hosszú héttel kezdenek majd a tanulók, akik január közepén már fél évi értesítőjüket is kezükbe foghatják. Magyarország egyik legnagyobb tésztagyártó cége és egy nagyatádi étterem közösen döntöttek úgy, egy tésztauzsonnával lepik meg a csillagszemóvodásokat. A mesetészta nem csak finom, de látványos is, hiszen az apró figurák mosolycsalnak még a felnőttek arcára is. Az óvodások egy délután arra ébredtek, hogy valami meglepetés készül számukra. Nagyon örültünk az aranykakas és a gyermei tészta kezdeményezésének itt Mikulás környékén. Azt lehet tudni róla, hogy ma uzsonára a gyerekek az aranykakas által készített teljes kiörlésű zöldséges tésztasalátát fogják kapni. Ez azért is jó, és nagyon örültünk neki, mert a gyerekek nagyon szeretik a tésztát, és ez teljes kiőrlésű változatban nagyon egészséges. A zöldségek is sokkal jobban ehetők tészta a közegben, tehát ők biztos, hogy nagyon fogják szeretni, és nagyon-nagyon ízlik nekik. Az uzsonna elfogyasztása előtt azonban beszélgettek a gyerekekkel az óvónők, hogy mit is kell tudni a teljes kiőrlésű tésztáról, illetve fűztek is száraz tésztát az óvodások. Az elkészült munkák és a tészta uzsonna mellett egyéb meglepetéssel is kedveskedik az óvodának Takács Róbert, az étterem tulajdonosa. Ami nagyon-nagyon jó és fontos nekünk, hogy a gyerekek kapnak egy 1000 forintos kúpont, minden kisgyermek hazaviheti, és a szüleivel elmehet az aranykakas étterembe, ahol 1000 forint értékben azt a kupont beváltatja. Vagy, ha nem váltja be, akkor az óvoda alapítványára az aranykakas vendéglő beforgatja ezt az összeget, amiért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük. Az étteremben rendezett tésztahét december 8 és 14-e között kerül megrendezésre, aki viszont azt szeretné, hogy kerüljön befizetésre a kupon értéke az óvoda alapítványának számlájára, dobja be szelvényét a vendéglátóegységben elhelyezett gyűjtődobozba. December 15-én derül ki, mekkora az az összeg, mellyel támogatja az alapítványon keresztül a csillagszemóvodát az ötletgazda. A város iskolásai madáretetőket készítettek egy pályázati felhívásra, melyeket az elmúlt napokban helyeztek ki a Széchenyi Park egyik fenyőfájára. A legszebb alkotásokat díjazták is a szervezők. Első alkalommal hirdették meg azt a pályázatot a Rinyomenti városban, melynek az volt a célja, hogy télen is segítség eleséghez jutni a madarakat. A nagyatádi óvodák madárbarát óvodái kitaláltak egy olyan programot, hogy segítsék az iskola és az óvoda közti kapcsolatot. Madár
etetőket, madár odukat kellett csinálni természetes anyagokból, illetve hulladékból. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a város nagy karácsonyfájának tövében került sor, ahol óvodások és iskolások gyűltek össze, hogy megtudják, ki nyerte a versenyt. Fölker Janka köszöntője után Pelger Péterné olvasta fel Kányádi Sándor Madáretető című versét. Ezt követően került sor a díjak átadására. Én nagyon örülök neki, mert nagyon sok alkotás született, és ezzel a madárvédelmet már kezdjük kialakítani ugye kiskorban. Az óvodások mellett az iskolásokat is bevonták a pályázatba a szervezők, így az Árpád és a Bárdos iskola mellett az Éltes Mátyás iskola tanulóinak a munkáit is megtekinthetik a járókelők. A harmadik helyezetnek járó díjat a Bárdos Lajos általános iskola 1B osztálya vehette át. A második legügyesebb alkotásért járó elismerést Horváth Hanna kapta, aki az Árpád Fejedelem általános iskola 4. A osztályos tanulója. A legszebb madáretetőt az Éltes Mátyás általános iskola 1. és 2. osztály összevont napközis csoportja készítette, s mivel a zsűri tagjai nem tudtak dönteni a sok pályamunka közül, két külön díj is gazdára talált ezen a napon. Az egyiket az Éltes Mátyás általános iskola 3.-4. osztály összevont napközis csoportja kapta, míg a másikat Csákány Nikoletta vehette át, aki az Árpád iskola 4. A osztályos tanulója. Ez a kis karácsonyfa madaraknak ki lesz a karácsonyi időszakban, és a városlakók is nyugodtan hozhatják bele az eleséget a madaraknak, és nagyon örülök neki, hogy például a városi séták alkalmával is nagyon sok helyen látok madáretetőt, akár az emeletes házaknál, akár a családi házaknál. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ennyire madárszerető a városunk. Az eredményhirdetés végén minden kisgyermek elhelyezte saját madáretetőjét Nagyatád madárfájára, melyet a lakosság is megcsodálhat, s akinek kedve van, elséggel is feltöltheti az óvodások és az iskolások által készített alkotásokat. Adventi műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek a Cinderi Szép Méves Cég tagjai. A Henészi kápolnában rendezett programon az ünnepi beszédet dr. Kisnemes János Esperes plébános mondta. A Cinderi Szép Méves Cég közreműködésével ünnepi szentmisére került sor a Henészi Jézus Szíve kápolnában. Fejér Zoltán irodalmi összeállításában dalok és prózai szövegek egyaránt elhangoztak. Az adventi műsorban ismert és kevésbé ismert dalok is felcsendültek, csak úgy, mint magyar és külföldi írók művei. A Cinderi Szép Méves C után dr. Kisnemes János Esperes plébános beszélt az adventről a híveknek. Jézus születését megelőzően, tehát a megváltó eljövetelét megelőzően az isteni és a prófétai ígéretek alapján a kezdetben a zsidó népet, mint a választott népet, de rajtuk keresztül a világ minden népét előkészítette a megváltó eljövetelére. Nos tehát ez a fölkészülés, ez a megváltó eljövetelére való elkészülést, 2000 év előtti időket gondolok, ez a sok-sok írásból, tehát nem csak a Bibliából és Szentírásból, hanem más profán népek, történelmi könyveiből kiderült, hogy ők is várták a megváltót. Tehát nem csak a zsidó nép számára volt ígéret ez. Az adventi ünnepkör 4 hétből áll, mely dr. Kisnemes János szerint emlékezés arra, ami volt. Ugyanakkor Jézus Krisztus tanításából mi azt is tudjuk, hogy ő ismételten el fog jönni a világ végén, és ezért ennek az előkészületnek egy másik mondani valója is van, ez pedig az ő második eljövetele, amit mi a világ végén bekövetkezendőnek értünk. Tehát amikor mi így a híveket papokként készítjük elő a karácsonyra, ez csak egy megemlékezés arra, ami régen történt, több mint 2000 évvel. A második mondani valója az, hogy a világ végén való előkészület, mivel annak az időpontját Jézus Krisztus nem határozta meg, sőt, feltett kérdésre elutasító választ adott, ennél fogva abszolút bizonytalan annak a kimenetele időpontja. A valóság tény lesz, de a időpontja számunkra ismeretlen. Dr. Kisnemes János a halálról is beszélt az ünnepi misén, mely kapcsolódik az adventi ünnepkörhöz is. Minden egyes ember saját életének a végén lesz a saját világ vége.
És erre viszont lehet tudatosan készülni, ezt többé-kevésbé ki is lehet számítani, és ez az, amiért mondjuk mi ezt a karácsony előtti időszakot advent tesszük. Ennek aztán van különféle megnyilvánulása, az adventi koszorú, amelyen 4 gyertya ég. Az Esperes plébános szerint napjainkban egyre inkább a bevásárlásról szól az ünnep, s nem arról, melyről valóban szólnia kellene. Ünnepi prédikációiban is az adventi várakozás valódi lényegére próbálja meg felhívni a hívek figyelmét dr. Kisnemes János. Legközelebb advent 3. vasárnapján hirdeti az Úr igéjét a plébános, mely az örvendezés vasárnapja. Azért nem nevezik ezt örvendezés vasárnapnak, mert a advent 3. vasárnapja régi bevezető ének szerint így kezdődött, hogy Gaudete omnes gentes. Tehát örvendjetek minden népek azért, mert közel van a megváltó. De ezért a 3. vasárnap az, ami aztán rózsaszínű gyertyát égetnek ilyenkor már. Az Esperes plébános szerint Szűz Mária is legalább annyira fontos személy az adventi ünnepkörben, mint Jézus. Valójában, amikor méhébe fogantak, második isteni szemét, az volt a hordozza. Ő volt a legközvetlenebb előkészítője a megváltó e világra jöttének. Hát ezért a szűzanya szerepe is gyakran megjelenik az adventi ünneplésben, megemlékezésben, prédikációkban. Nagyon érdekes dolgok azok vannak, hogy a hívek ezt valahogy akceptálják, elfogadják, még tőlem az öreg embertől is. Végül karácsonyi jó kívánságokkal halmozta el a híveket dr. Kisnemes János. Engedtessék meg, hogy a néphez is szóljak, viszont, hogy a karácsonyra készülünk, hogy nekik is az adott lehetőség között, hát amit én lehetővé teszek, hozzám jöjjenek, és én ott őket is előkészítem a karácsonyra. És ha ez előkészületnek nyilván az a célja, hogy valamiképpen közösen örvendezzünk. Aki ebben nem tud részt venni, hát annak legalább jó kívánságokkal ilyen távolból a televízió eszközén keresztül próbálok nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánni, tiszta lelket, igazi családi örömöket és békességet mindenütt, hogy legalább ilyenkor a családtagok és meg a rokonság, meg a jó barátok találjanak közös szívre, és végül Jézus Krisztus jászolánál mindjárt találkozunk. Az ünnepi szentmise végén egy-egy csokoládé Mikulással ajándékozta meg a fellépőket az Esperes plébános, így köszönve meg nekik, hogy igazi adventi hangulatot varázsoltak a Henészi kápolnában. Az ITB nevű együttes koncertjét hallgathatták meg azok, akik vasárnap este ellátogattak a Szent Kereszt plébánia templomba. Az esti mise előtt adtak egy egyórás koncertet a zenészek, akik elsősorban saját szerzeményeiket adták elő. Mi volnánk az ITB együttes. A csapatnak a régi neve az, hogy Iváncsics Tamás és barátai. Ezt jó nehéz kimondani, és még nehezebb helyesen leírni. Áttértünk egy 3 betűs együttes névre. És az a jelentése ennek, hogy Istenem, te benned bízom. Ez ennek a szakrális megfeleltetése. Egyébként 15 éve élünk és virulunk, mármint az együttes. Utóbbi években évente 25-30-szor szoktunk énekelni templomokban, műfházakban, ott, ahol minket szívesen látnak. Advent 2. vasárnapján koncertezett Nagyatádon az ITB nevű együttes. A Szent Kereszt plébánia templomban egy 60 perces koncerttel ajándékozták meg a híveket a zenészek. Az ITB együttes tagjai elsősorban saját szerzeményeik közül válogattak a nagyatádiaknak. S hogy hogyan születtek meg ezek a dalok? Erre nincs kész recept, ezt nem lehet erőltetni. Van, hogy séta közben, van, hogy fürdőkádban, van, hogy akárhol jön egy ötlet, egy dallamfoszlány, egy szöveg, és összeáll valami. Úgyhogy a mai műsorban is 13-14 dal ezek közül fog elhangzani. A műsornak a nagy része a legutóbbi lemezünk anyagára épül, ennek a címe Istenem, te benned bízom. Oh, baby,
Az együttes több lemezzel is büszkélkedhet, akik jövőre is szeretnék megörvendeztetni legújabb dalaikkal rajongóikat. Most kezdenénk el a második lemez előkészületeit, a második ilyen néven szereplő lemez előkészületeit. Bízom benne, hogy jövő őszre, legkésőbb jövő adventre lesz ebből valami. S hogy hogyan készülnek az ITB együttes tagjai a karácsonyra? Minden fellépés ünnep a maga módján. Hát ez is egyfajta felkészülést segítő tevékenység. Egészen más otthon ünnepelni, amikor nyugi van, és egészen más, amikor útra kelünk, kocsiba ülünk, 4-5-6-an. A csapat egyébként teljes létszámban 6 fős, egyik hölgy beteg lett, másik pedig Pestre utazott, úgyhogy most csak 4-en leszünk. Igyekszünk pótolni a csapatnak a harmad részét. A koncert után kezdődött az ünnepi mise a templomban, melyen Horváth Lóránt plébános ige hirdetése mellett az ITB együttes tagjai is játszottak egy-két dalt a híveknek. Volt egyszer egy pásztor, és volt egyszer egy nyáj. Dús legelőkön jártak, hol mindig szép a táj. Friss forrásból ittak, meg volt mindenük, Isten tágas tenyerén élték életük. Villámrajttal kezdődött a 2014-es év utolsó hazai bajnoki mérkőzése a Rinyamenti KC felnőtt női alakulata számára. A lányok Mohács együttesét fogadták a városi sportcsarnokban, ám az első találatoknak nem az atádiak örülhettek. 2 perccel a kezdő sípszó után 4-1-re vezettek a vendégek. A két csapat a korábbi években is kiélezett mérkőzéseket vívott egymással, melyet a legutóbbi 60 perc is igazolt. Az első negyed óra végéig állandósult a 3-4 gólos mohácsi vezetés, majd Bőzsöny Erika tanítványainak sikerült utolérniük az ellenfelet, s még a vezetést is megszerezték tőlük. Ekkor 12-11 volt az állás. A félidő hátralévő perceiben azonban a mohácsiak lerohanásainak köszönhetően újból átvették a vezetést, melyet tartottak a 30. perc végéig. A szünetben 18-14 állt az eredményjelző táblán. Az öltözőben elhangzott utasítások reményében bizakodva várták a folytatást a szurkolók. A második félidő elején nemhogy csökkent, inkább nőtt két csapat közti különbség. A 41. percben már 26-19 volt az állás a baranyaiak javára. Az atádiak mellől nem csak a szerencse pártolt el, a lelkesedés is alább hagyott, így a folytatásban állandósult a 7-8 gólos különbség az együttesek között. A végjátékban ugyan voltak még jó pillanatai az RKC-nak, a 2 pont sorsán azonban már nem tudtak változtatni a nagyatádi játékosok. A találkozó végeredménye 35-29 lett a Mohács javára. Ezzel a vereséggel a lányok a tabella 8. helyén állnak 10 ponttal. Az RKC-ra még egy mérkőzés vár az őszi szezonban. December 14-én a Pénzügyi Örese otthonában játszanak. A hazaiak jelenleg a tabella 11. helyen állnak, így Bőzsöny Erika reméli, sikerül bezsebelniük a 2 pontot, s kicsit megnyugodva mehetnének a hosszabb téli szünetre. E téma kapcsán köszöntöm a esti vendégemet, Nyúlné Bőzsöny Erikát, a Rinyamenti KC felnőtt női csapatának játékos edzőjét. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szia! Illetve most már csak edzőként veszel részt a csapat munkában, de egy kicsit értékeljük a Mohács elleni találkozót, ugye ez volt az őszi szezonban az utolsó hazai mérkőzésetek. Hogy sikerült? Így van, tehát az utolsó hazai mérkőzésünk volt, mindenképpen szerettünk volna 2 ponttal győzelemmel búcsúzni. Aki kint volt a mérkőzésen látta, és ugye tudjuk, hogy ez nem sikerült. Mindenképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy fejben nem voltunk rendben, és ennek volt köszönhető időzőjelben ez a gyönyörű játék. Nem vagy elégedett? Nem, nagyon nem, és legfőképpen a hozzáállással és az akarattal nem vagyok elégedett. Hogyan lehetne ezen változtatni, hiszen még egy mérkőzés hátra van számokra az őszi szezonból? Így van, megyünk 14-én Budapesten a Sparihoz. Megint nem lesz egyszerű mérkőzés, hogy mindig paráscsatákat szoktunk vívni. Amennyiben a fejekben nem lesz rend, és a lelkek nem úgy fognak működni, ahogy az kell, akkor azt gondolom, hogy nagyon rossz előjelekkel indulunk neki annak a meccsnek. Hogyan készültök a hét folyamán erre a találkozóra? Hányszor edzetek? Kedd, csütörtök, péntek van csak idézőjelben felnőtt edzés.
Szerdán a Péter Zsolt, a juniorok és a felnőtt csapat egy-két tagja még részt vesz, és természetesen ismerjük ugye egymást, pontosan tudjuk, hogy mire számíthatunk, megpróbálunk erre felkészülni. Ugye ők voltak azok, akik talán a nyár folyamán edzőtáboroztak is, és akkor is játszottatok velük. Így van, itt voltak ők egy hetet, azt hiszem, ott játszottunk, abból hosszú, vagy messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Az alapozás elején voltak ők is, mi is. Meglátjuk, hogy alakult az ő szezonjuk, hogy alakultak a játékosaik, jöttek, mentek hozzájuk, de mindenképpen készülünk, ismerjük őket. Milyen tanácsokkal látod el a csapatot? Hogyan kell nekiindulni ennek a mérkőzésnek? A legfontosabb mindig a védekezés, illetve ugye ehhez kapcsolódóan egy nagyon jó kapus teljesítmény, és ugye ismerve a Pásztorit, a véd, a spariba, ugye, aki volt itt nálunk, elől ezekre a dolgokra felhívni a figyelmet, mit kell neki lőni, hova kell lőni, ha ezeket betartjuk, akkor gondunk nem lehet. És a nagyatádi csapatról is beszélgetnünk kell, hiszen új kapos tűnt fel köztetek is, illetve a siófoki játékosokról is beszélgessünk egy kicsit. Ők ugye hol tudnak lőni, hol nem? Így van, ugye a Pécsi Timi volt az első számú kapusunk, ő kiment most Angliába dolgozni. Szerencsénkre Érdről érkezett a Fanni, ő 95-ös születésű, tehát még juniorban is tud védeni, nekünk azért is volt fontos, mert ugye ott az Eszti volt egyedül kapusunk. A siófokiak, a Zsülinek, a Seffer Zsaninak erre pedig eltörött a lába, ő azért nincs most már egy hónapja. Az Évit, a Schneider Évit, őt pedig ugye nem engedték el például a Kozár Michelin ellen, mert ott nekik nemzetközi kupa meccsük volt, és a második számú szélső. Úgyhogy talán ütközések nem lesznek a tavaszi szezonra nézve, és minden meccsünkön itt tudnak lenni. Azért valahol számít az ő rájuk is, ugye? Természetesen ugye az lenne az igazi, hogy ha hetente, két hetente egyszer legalább el tudnának jönni, együtt tudnánk készülni. Hát azért ez így nagyon nehéz, hogy ők beesnek idézőjelbe tulajdonképpen meccsre, és akkor ott összeállunk valahogy, és valami kisül majd a dologból. De azt gondolom, hogy az Évi nagyon jól beilleszkedett, a játékainkat érzi, érti, és azt gondolom, hogy ő meg is próbál mindent megtenni azért, hogy minden meccset nyerjünk. És egy régi új arc is feltűnt az egyik mérkőzésen, ugye Schmidt Erika is visszatért a csapatba. Igen, neki hát egyrészt megköszönjük, hogy ezt a 2-3 meccset, amit eddig jött és vállalt, azt teljesítette. Őnek is azt gondolom, hogy januártól többet kell edzeni, hogy visszazökkenjen a megfelelő ritmusba, és akkor mindenképpen ő is hatalmas erősítés lesz nekünk. Ugye most jelenleg a tabella 8. helyén álltok, de ugye egy mérkőzés még hátra van számotokra, de mégis próbáljuk megértékelni az őszi szezont, elégedett vagy-e a helyezéssel? Ugye az volt a cél augusztusban, amikor elkezdtük, hogy biztos bennmaradás, illetve a középmezőny legyen meg. Ez a 8. hely, azt gondolom, hogy reális, talán reális, mond fogalmazhatunk így. Ugye a szezon elején jól sikerült, tehát ott a 3 meccsből 3-at nyertünk, utána volt egy kisebb hullámvölgy, akkor vidéken tudtunk pontokat szerezni. Tehát összességében azt mondom, hogy a helyezéssel elégedettek lehetünk. Ugyanakkor ugye evés közben jön meg az étvágy. Sok olyan meccs volt, amit azt gondolom, hogy mi szempontunkból nyerni kellett volna, és a kezünkben volt a meccs, ugyanakkor a saját rutintalanságunk vagy eszetlenségünk miatt nem jött össze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy 4-6 ponttal nyugodtan lehetne több. Most egy kis szünet következik számotokra. Mikor kezdődik a felkészülés? Hogyan szeretnéd elkezdeni a felkészülést? És mit szeretnél a tavaszi szezonban? Január 5-én szeretném kezdeni, mindenképpen, mert február közepén már kezdődik a bajnokság. Terveim szerint 4-5 edzés, tehát a 4 az a minimum. Ha meg tudjuk oldani, akkor heti 5 edzéssel kellene készülnünk. Megyünk felkészülési tornára, pontosan nem tudom, hogy hova még, illetve hogy itthon rendezünk-e, az még ugye kérdőjeles, távolabbi. És azt szeretném, hogyha minél többet tudnának jönni a siófokiak, és akkor több tudunk együtt készülni. Az imént felsorolt játékosok mellett terveztek-e az őszi szezonra egyéb változást is a csapaton belül? Nem gondolom. Játékosok lennének, akik szeretnének jönni, mert összességében azt gondolom, hogy jóképp alakult ki rólunk. Ismerik azt gondolom a munkát, ismerik az elnökségünk munkáját, de nem tervezzük, hogy valaki igazán érkezne hozzánk. Te nem tervezted, hogy visszahúzod a mezt? Nem. Tehát az, hogy játszani is,
illetve a pályaszínén irányítani egy csapatot, az a kettő együtt nem megy. Vagy egyik, vagy másik. Azt gondolom, vannak fiatalok, vannak, akik szeretnének még bizonyítani, a lehetőség adott számukra. Nekem elég az, most majd a kispad mellett állok. És szakmailag próbálod meg segíteni a csapatot. Így van. Jó munkát kívánunk hozzá, és köszönjük szépen a beszélgetést, Erika. Köszönöm én is. Folytassuk tovább férfi kézilabdával. Véget ért a 2014-2015-ös MB2-es bajnokság őszi szezonja a Rinyamenti KC felnőtt férfi csapatának. A fiúk utolsó hazai meccsükön a trónkövetelő Kalocsa KC-t fogadták a városi sportcsarnokban. Számomra ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, hiszen mi voltunk a második helyezett, a Kalocsa volt az első, és hogy a bajnokság első helyére versenyben maradjunk, ezért mindenképpen nyernünk kellett. Így is készültünk egész héten, hiszen majdnem mindegyik edzésen, majdnem mindenki itt tudott lenni, és tudtunk gyakorolni azokat a dolgokat, amit szerettem volna, hogy megvalósítunk a pályán. Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen egyből mi vezettünk, és folyamatosan a kezünkbe tartottak végig. Az első félidőben 6-tal is vezettünk, én úgy gondolom, hogy ott kellett volna még egy kicsit rárakni, és akkor elmegy a kedvük a játékra, és többet tudunk nyerni, de így is nyertünk 4 góllal. A találkozó végeredménye 28-24 lett az RKC javára. A fiúk a megszerzett 2 ponttal hold versenyben állnak a tabella élén a kalocsai alakulattal. Felemás az őszi szezonunk szerintem, hiszen hiába vezetjük a bajnokságot azonos ponttal, attól függetlenül úgy gondolom, hogy meg is nyerhettük volna már ezt a bajnokságot, hiszen belecsúszott 2 olyan vereség, amire nem kalkuláltunk. Az egyik Szigetváron, ami úgy gondolom, hogy az utolsó előtti helyezett csapattól nem lett volna érdemes kikapnunk, és itthon elvesztettük a majdnem 2 éves veretlenségünket egy meccseknádastól, akik eddig az utóbbi 3 évben mindig elvertünk. Úgy gondolom, hogy ettől függetlenül egy jó szezonunk volt, hiszen vezetjük a bajnokságot, nagyon nehéz lesz a tavaszi év. Hiányzott nagyon Horváth Gergő a második részébe a bajnokságnak, hiszen kiment Máltára nyelvtanfolyamra 2 hónapra, és megérezzük is Miklós és Fényi Henrik hiányát is, hiszen ők már ide nincsenek velünk. Viszont Csurgóról jött 3 játékos, akik majdnem minden meccsen a rendelkezésünkre tudtak állni, akik nagyon sokat tudnak segíteni a csapatnak, és bízom benne, hogy a tavaszi szezonban is folyamatosan mellettünk lesznek, és itt elérjük a célunkat. A téli szünetben sem pihennek a nagyatádiak, hiszen a heti egyedzés mellett egyéb sporteseményen is részt vesznek férfi kézilabdázóink. Elindulunk egy Szilveszter Kupa nevű foci tornán is, hogy azért ne álljunk le teljesen, és január elején nekiállunk. Pont nem tudom, mikor kezdődik, meg nem néztem utána, hogy mikor kezdődik a tavaszi szezon, de egy 6-7-es felkészülésnek nézünk elébe. Keményen meg fogjuk nyomni, hogy az elérlétünkkel ne legyen probléma, és könnyebben nyerjük a mérkőzéseket. A felkészülési időszakban kiegészül majd az Atád, hiszen 2 játékossal bővül az a létszám, melyre minden mérkőzésen számíthat Madarász Péter. Hát Horváth Gergő visszatér Máltáról jövő héten, ő már csatlakozik hozzánk januártól, és a Kópic Miklós úgy néz ki, hogy visszatér hozzánk 3 év után, neki át velünk edzeni, meglátjuk, hogy hogyan tud utalérni minket erőlétbe, és akkor remélem számíthatunk rá. A fiúk az edzések mellett a Szilveszter Kupa elnevezésű foci tornára készülnek, melyet december 27-én rendeznek a városi sportcsarnokban. 9,5-2,5-re nyerte meg legutóbbi mérkőzését a nagyatádi sakkegylet. Kis Attila tanítványai ezzel a győzelemmel átvették a vezetést az MB2-es bajnokságban. 3. szezonbéli mérkőzését játszott a Marcali otthonában a nagyatádi sakkegylet. Az MB2-es bajnokságban a listavezető vendégek nagy esélyekkel ültek az asztalokhoz. Marcaliak eddig nagyon jó szerepeltek, tehát az első fordulóban nyertek 9-3-ra, aztán a következő fordulóban ugye a decsiek ellen 6 pontot szereztek, tehát ott voltak, tulajdonképpen holtversenyben voltunk velük a mérkőzés előtt. Ennek ellenére az egymás elleni erőviszonyok, hogy ezt nem mutatták, ki is jött. Végül is 9,5-2,5-re nyertünk. Az elmúlt 4 évben 4 meccset játszott a Marcalival a nagyatád, melyek közül 3-szor a legutóbbi eredményhez hasonlóan 9,5-re megverték őket, míg egyszer egy 6-6-os döntetlen született. Ezzel az eredményünkkel át is vettük a vezetést pillanatnyilag a táblázatba, mivel hogy a rangadónkat megnyertük az elmúlt alkalommal, és hát 9-re, 9,5-re és 6,5-re ugye hoztuk a 3 mérkőzésünket. Mindenképpen hát ez most egy nagyon jó eredménynek számít, ez a 9,5, tehát ilyenre nem lehet rákészülni, ezek az eredmények kijönnek. Győztesen állhatott fel a tábla mellől Vrbá Mladen, Máté Gáspár, Horváth Attila, König Balázs, Szijjártó Attila, Perce János, Lipcsei Ádám, Mihalec Attila és Bocska János. Döntetlent játszott Varga Rihárd. Nem sikerült begyűjtenie az 1 pontot Gyugyi Péternek és Horváth Andrásnak.
A héten Balatonszemes otthonában játszik az Adi Nagyatád néven futó megyei sakcsapat, míg az MB2-es összeállítás hazai környezetben mérkőzik a pontokért a pécsiekkel. Jobbak vagyunk náluk, nyerni kell. Ugye én ilyenkor mindig a 8-4-et tűzöm ki indulásnak, aztán ha sikerül, akkor megvan, ha kevesebb, akkor kevesebb, tehát a győzelmet mindenképpen meg kell szereznünk, mert jobbak vagyunk náluk, és ha most ettől kezdve már a többi csapat ellen, mindenki ellen úgy kell leülni, hogy meg kell nyernünk az összes mérkőzésünket. A nagyatádi együttes 25 ponttal áll az élen, míg a pécsiek 19,5 ponttal a tabella 5. helyén tanyáznak. A gyerekek többsége annak örül, ha ajándékcsomagot kap a Mikulástól. A nagyatádi úszó és kerékpáros sportegyesület tagjai annak örültek a legjobban, hogy több mint 70 gyerek nevezett az idei Mikulás napi úszóversenyükre. A Mikulásvárás nem mindenkinek csak az ajándékról szól. Vannak gyerekek, akik ezen a napon úszóruhát öltenek magukra, és inkább sportolnak egyet, hogy bemutassák edzőiknek és szüleiknek, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban. Ennek volt legjobb bizonyítéka a nagyatádi úszó és kerékpáros sportegyesület által szervezett Mikulás kupa úszóverseny, ahol a város óvodáiból és iskoláiból érkező gyermekek bizonyíthatták tudásukat. A mai verseny most már hagyományosan megrendezésre kerülő Mikulás kupa, amely a két egyesület szervezésében, a NUSA és a Triatát szervezésében kerül megrendezésre. A verseny célja az tulajdonképpen az, hogy ugye évet zárunk, és egy picit a szülőknek szeretnénk prezentálni, hogy az év során elvégzett munka az egyes gyerekeknél milyen eredménnyel jár. Egy kis versengés, illetve egy kis bemutató jellege van a rendezvénynek. Az úszóversenyen közel 70 gyermek vetette magát vízbe, akik így ünnepelték a Mikulás érkezését. Gyakorlatilag a két egyesületbe járó gyerekeknek a teljes palettáját átfogja a rendezvény, egészen a kisovodásoktól kezdődően, tehát a 3-4-5 évesektől kezdődően a gimnázium alsó osztályáig befoglalóan itt vannak, bár a nagyobbak azok most már inkább csak időmérő szerephez jutnak ilyenkor. És mivel ezúttal a főszerepet jobbára csak a legkisebbek kapták, az utánpótlás nevelés fontosságát is hangsúlyozta köszöntőjében az elnök. Ez nem titkolt szándékunk, hogy a picikből, mint utánpótlásból később majd felnőtt korú versenyzőket neveljük. Hát az, hogy ebből majd mi fog sikerülni, azt majd az idő eldönti. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az ajándékcsomagok mellé egy-egy érem is jutott szinte mindenkinek, így a résztvevő gyerekek nem csak csokoládéval, de arany, ezüst vagy épp bronzéremmel is gazdagodtak a program végén. Gyakorlatilag úszás tekintetében ez az utolsó házi rendezésű eseményünk, illetve csatlakoztunk most egy ilyen dunántúli régiós versenyhez, amelynek több állomása is van, és ha jól tudom, akkor még ebben az évben még egy versenyünk lesz, és utána pedig a szilveszteri futás lesz az utolsó rendezvény. Az év utolsó napján a futás mellett szilveszteri vízilabdára is várják az érdeklődőket a szervezők. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért. Mielőtt elköszönnék, engedjék meg, ha már verssel kezdtük mai adásunkat, fejezzük is be egy szép gondolattal. Egy ismeretlen szerző írását szeretném megosztani önökkel. A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a hitek és halványak a remények. Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, őszintén szeretni és bízni a jóban. Friss hírekkel egy hét múlva várjuk Önöket a készülékek elé, tartsanak velünk akkor is. További szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Kulináris élmények a gyermei tésztával az Aranykakas étteremben. 2014. december 8. és 14. között gyermei tésztahét lesz a vendéglátóegységben.
Ezeken a napokon a legkülönfélébb tésztaételeket kínálják majd az érdeklődőknek. Egy egyedi, kifejezetten erre a hétre készített étlapból választhatnak a vendégek. De tudják önök, hogy mi a divita? Talán egy tésztabőrbe bújtatott hús? 100 g csirkehúsban körülbelül 25 g protein van, a divitában is körülbelül ennyi, 23,3 g. Páratlan aros tartalma a divita tésztáknak, ugyanis 100 g-jában 16 g, így akár gyümölcs is lehetne a divita. Ez a tészta család egy olyan őrlési eljárással készül, mely egyedülálló világszabadalom. A Magyar Tudományos Műhelyek egy nemzetközi őrlés technológiai cég munkatársaival közösen fejlesztették ki ezt az eljárást Gyermelyen. Magyarországon a következő években csak a Gyermely ZRT jogosult a technológia használatára. Akik részt vesznek az Aranykakas étterem által meghirdetett tésztahéten, ezt a tésztacsaládot is megkóstolhatják, melynek szénhidrát tartalma is jóval alacsonyabb, mint a többi száraz tésztájé. A szervezők amellett, hogy egészséges ételeket szolgálnak fel ezen a héten, további kedvezményekkel várják önöket. Amennyiben tésztaételt fogyasztanak ezen a héten, úgy a tésztaétel árából 50%-ot visszaadnak. Ne feledje, december 8 és 14-e között Gyermei tésztahét lesz Nagyatádon az Aranykakas étteremben. Kulináris érmények egy különleges tésztacsaláddal.